Köszöntöm Önöket, ez a márciusi civil idő rövidített adása. A műsor első felében a civileket érintő szombathelyi költségvetésről lesz szó, majd ezt követően egy hosszabb összeállítást láthatnak a Vasban civilben című Vas megyei közművelődési és civil fórum 7. alkalmáról. A következő percekben egy összeállítást láthatnak a szombathelyi civil szférát érintő változásokról. Puc Attilát, a Kulturális Oktatás és Civil Bizottság elnökét kérdeztük. Hát a legfontosabb változás az volt, hogy civil ügyintéző, civil referens neveztünk ki Bődi Liviz személyébe, aki nagyon jól végzi a munkáját, nagyon bíznak benne a civilek, ez ami nagyon fontos, rengeteg információval látják el, rengeteg kérdéssel látják el, és a Livi pedig ezeket a kéréseket mint továbbítja a városvezetés fele. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a Lévi és a polgármester úr között is ezek miatt, a kérések miatt. A civil intéző személyben is történt változása az irodán, mivel az Őri Tóbi Csilla anyai örök elé néz, és akkor emiatt most Sümegi Veronika vette át a civil ügyintézői feladatokat. Költségvetési szempontból kulturális és civil alapnál milyen változás történt, illetve az egyes városrészi szervezeteknél? Hát a költségvetésben a kulturális sor az 45 millió forint körüli összeggel növekedett. A civil szervezetek támogatása is növekedett a korábbi évekhez képest. A kulturális civil alap az pedig 5 millió forintra növekedett, tehát 15 millió helyett 20 millió forintra lehet most pályázni. Úgyhogy várjuk a civil szervezeteknek a pályázatait. Civil fórum ülésein nevvel kapcsolatban milyen változások történt? A civil fórummal kapcsolatban az történt, hogy szintén a civil egyesületek javaslatára a civil fórum tagságát átalakítottuk, ami azt jelenti, hogy az eddigi, hát nem egészen tevékenységi területekre irányuló tagságot megpróbáltuk tevékenységi területekre mondani, ami azt jelenti, 9 tevékenységi területet határoztunk meg, és ezekre a tevékenységi területekre a civil szervezeteket a különböző városi bizottságok ajánlották. Ezen kívül 3 civil szervezet, ők állandó résztvevői a civil fórumnak, ez a civil információs centrum, a civil kerekasztal és a nyugdíjas szövetség. És akkor a 13. tag az a polgármester úr, mint elnöke a civil fórumnak, és 14. pedig én leszek a alelnökként a civil ügyekért felelős bizottság elnöke. És mit várhatnak a civilek a pályázatoknál? Milyen gyorsasággal látható majd a pályázati eredményhirdetés? Nagyon gyorsan, tehát a március végi bizottsági ülésen már szeretnénk döntéseket hozni. Én úgy gondolom, hogy a március végével már pályázati eredmények lesznek kihirdetve. Tehát áprilistól már mindenki tudni fogja, április 1-ével szerintem, hogy és nem áprilisi tréfa lesz, hogy milyen pályázati eredményt értek el, hogy milyen támogatást tudunk adni nekik. 7. alkalommal rendezték meg februárban a Vasban civilben címet viselő Vas megyei civil és közművelődési fórumot, ezúttal Szombathelyen a megyeházán. Erről hozunk most a következő percekben egy hosszabb összeállítást. Szentgotthárdi civil helyzetjelentés címben kérem fel Kovács Márta Máriát, a Szentgotthárdi civil fórum titkárát, hogy tartsa meg előadását. Köszönjük, hogy eljött, és fogadjuk őt is nagy szeretettel. A Szentgotthárdi civil fórumot 2005-ben valójában a Szentgotthárdi önkormányzat kezdeményezésére hoztuk létre. Volt egy ilyen megkeresés a civil szervezetek felé, és az volt a civil szervezeteknek a véleménye, hogy partnerségben összefogva talán több mindenre képesek leszünk, és így jött létre valójában egy fórum, ami akik ott azon az alkalommal kapásból választottak vezetőséget, és megbíztak pár embert azzal, hogy valójában hát alkossák meg ezt az egész civil fórum rendszert. Rájöttünk arra nagyon gyorsan, hogy itt csak ilyen baráti körként vagy klubként nem tud ez működni, és egy éven belül jogi személyként
létrejött a Szent Gotthárdi Civil Fórum azokkal az elnökségi tagokkal, valójában akit legelőször is megneveztek. Talán véletlenül, vagy talán szerencség volt akkor abban, hogy olyan szervezet, olyan vezetők lettek, akik úgy szívügyüknek tekintették azt, hogy összefogják a civil szervezeteket, és ebből az elnökségből mai napig négyen még, az öt tagukból még négyen, most is az eredeti elnökségi tagok. Én Szent Gotthárdi Civil Fórum titkára vagyok. Az elmúlt 15 év most már, hogyha így számolunk, tulajdonképpen elért a célját, mert sikerült összefogni a civil szervezeteket. Jelenleg a Szent Gotthárdi Civil Fórumnak rendes tagja 48 van, nem rendetlen, hanem csak pártoló tag 13-14 szervezet. A rendes és a pártoló között az a különbség, hogy együtt működik velünk rendszeresen, tagdíjat fizet, tehát partner. Az összes többiről meg tudunk, minden információt megkapnak tőlünk, csak nem igazán működnek úgy együtt velünk. És sikerült most már az elmúlt években még a térségben is kiterjeszteni a tevékenységünket. Vannak olyan települések, ahonnan a civil szervezeteknek a képviselői eljönnek a rendezvényeinkre, fórumainkra. A Szent Gotthárdi Civil Fórum életében tulajdonképpen a 2008 volt az a vízválasztó és év, amikor sikerült egy akkor még NCA pályázatot megnyernünk, egy 3 milliós nagyságrendű összeget, és ebből megalapoztuk tulajdonképpen a jövőnket, civilirodánk lett, berendeztük, tartani tudtunk olyan fórumokat, ahol egy kicsit a szervezeteket összehoztuk, és valójában észrevették, hogy tulajdonképpen ebben a rendszerben ők csak segítséget és partnerséget kapnak. Hát azóta ilyen nagyságrendű pályázatot nem sikerült nyerünk, de évről évre a NEA pályázatot benyújtjuk, és a működésünkre sikerül tulajdonképpen minden évben valamennyi kis összeget szerezni. Hát ez nem milliókban, hanem százezrekben. Jelenleg 200 ezeres pályázatot nyújtottuk be, mert arra volt kapacitásunk most per pillanat, és az is sikeres. Ami a legnagyobb gond volt, és mostanra tulajdonképpen ezt szerintem minden civil szervezet tapasztalja, a kommunikáció kezdeteknél. Tehát olyan szinten voltunk akkor, hogyha nem volt hírlánc, vagy nem adtuk egymásnak át a híreket, a programokat, meg akármi, akkor talán belveszett volna az egész, és ez alatt a 15 év alatt akár a mobil telefonálási lehetőség, akár az e-mail számítógépes tudásokat beszélt a civil szervezetek, és hát azért ez nagyon-nagyon megkönnyíti most már az életünket, hogy minden információt könnyen eljuttatunk, de az elején tulajdonképpen ez volt a legnagyobb problémánk. Úgy gondoltuk, hogy nem csak ilyen fórumszerűen kellene működnünk, hanem programokat is kellene szerveznünk, és kialakítottunk 3-4 olyan rendezvényt évente, ami összehozza a város civil szervezeteit. Kedves nézőink, ez volt a márciusi Civil Idő rövidebb adása. Azonnal folytatjuk a Civil Idő külön kiadásával, amelyben Horváth Györgyre emlékezünk.
Horváth Gyuri, így mondom a nevén, ahogyan szólítottuk, ő akkor már Körmenden volt, csak a járási hivatalban volt művelődési előadó, és amikor én 72-ben mentem, akkor a Németh Sándor volt az igazgató, közben nekem volt ilyen egy-két gyermekprogramom, azt hiszem ezek a 80-as évek nem csak Körmend életében éli, én életemben is a legszebb időszak volt, szakmailag, emberileg, mindenhogyan. A művelődési központban 1986-ig tartott az én esetemben, és a Gyuri ugye 77-ben lett a közvetlen igazgató, és hát nekünk ez nem volt meglepetés, sőt nagyon örültünk, én úgy emlékszem, hogy örültünk, hogy ő lett az igazgató, és akkor kezdődött az a igazi szakmai élet, én úgy érzem. Hát rengeteg közös munkánk volt, én a művészeti területtel foglalkoztam, Gyuri a műsorok kiválasztásába, meg a bérletek összeállításában elég önállóságot adott, úgy engedélyezte meg beleszól, de megadta azt a lehetőséget, hogy a darabot előtte megláthassuk. Tehát ketten-hárman elmentünk, és megnéztük Pécsen. Szóval tényleg. Szimpatikus volt az a magatartás, amit tanúsított, csak erősíteni tudom Rozikát, hogy ő tényleg hagyta dolgozni az embereket, és hagyta kibontakozni, és nagy vonalakban elmondta, mi a feladat, hogy azon belül hogyan oldod meg, mit csinálsz, az teljesen rajtad múlt. És az is nagyon fontos volt, hogy nem volt, hogy is mondjam, úgymond vezetői féltékenység azzal kapcsolatban, hogy valaki esetleg jobban tudott valamit abban az adott szakterületben, adott szakmában. Nagyon jó főnök volt, nagyon szerettük, engedte az embert kibontakozni az önálló véleményét, meghallgatta, de nagyon követelt. A munkatársakat, mint közösséget is nagyon jól tudta kezelni, és nagyon sok olyan kedves emlékünk van, ugye lányok, amikor különböző évfordulók, születésnapok, nőnap, karácsony, stb. Megünneplése teljesen családias légkörben volt. Egy értekezlet során, hogy úgy néz ki, hogy ő elmegy Szombathelyre a megyei művelődési központban, akkor annyira mellbevágott engem személy szerint, hogy napokig hát bizony-bizony sírattam, és mondtam neki, hogy Gyuri, én most úgy érzem, hogy te végleg elmész, hogy kiesett egy darab a szívemből. És azt mondta, hogy nincs olyan messze Szombathely, találkozunk mi ott. És ebbe igaza lett, valóban nagyon sokszor találkoztunk. Amikor megjelent ez a nagyon nyomasztó hír, akkor egyből az jutott eszembe, hogy Gyuri volt az első, egyetlen, és igazán tiszteletre méltó főnököm. Én örülök, hogy együtt dolgozhattunk. Örülök, hogy te voltál az első olyan munkahelyi vezetőm, akire mindig szeretettel gondolok vissza. Mindig olyan vidám, vikkedélyű ember volt még sokszor, amikor stressz helyzet volt, akkor is ő itt cseng a fülembe, ahogy el tudta magát engedni. Az egy olyan csoda volt számomra, és miután nagyon fiatal voltam, nagyon-nagyon rajta volt a tojáshéj a hátsó felemen, én csak felnézni tudtam rá, úgy mint ember, úgy mint főnök, úgy mint kollega. Én csak jót és tiszteletet érzek, és éreztem örök életemben. Hát első reflex az most, hogy az űr, a hiányérzet. A másik az, hogy ilyenkor vetíti az ember az életképeit a sorsa alakulásából. Nekem első benyomásom és ilyen fogalomalkotó víziómmal Gyurival kapcsolatban még a 60-as évek második felében voltam középiskolás Körmenden. Feltételezhetően akkor voltak ők ott gyakornokok. És ugye akkor mi már jártunk a kultúrházba, az akkori kultúrházba, meg rendezvényekre, egyebekre, és feltűnő volt ott egy
egy fiatal ember, aki mindig ott volt a tevékenység közepében, mindig ott volt a fronton, és későbbiekben, amikor már megismertük, meg egyszerűen beépült a mindennapi életünkben az ő jelenléte is, meg az én életemben is, akkor már a többiek ott a közösségben, a környezetemben már úgy hívták, hogy a Kultúrgyuri. A Gyuri egy bozótharcos volt, egy tipikus bozótharcos, valahogy arra is épült rá a személyisége, ez azt jelenti, hogy mindig küzdött. Tehát nála olyan nem volt, hogy elveszett meccs, vagy elveszett labda. Tehát ő akármiben beleállt, végigcsinálta, kitartott mellette, nem vonult vissza, nem ugrott össze. Most ilyen jellemű ember azért nem olyan sok van a világon, ki is tűnt ezzel, és amikor közéleti szerepet vállalt az MMK mellett, nagyon sokan támadták akkor ugye, piszkálták mindent, és szerintem egy olyan gyönyörű kulturális intézményt hozott létre, amikor az egész megyében ez volt a központ, mondjuk ki. Ő egy igazi közösségi két lábon járó, exakt humanitás volt egy az egyben számomra, de olyan fajta mentalitással, ami ismereteiben is, meg elkötelezettségében is, értékrendjében is egy európai karakter, vagy ha úgy mondhatnánk, hogy egyetemes értékrendet hordozott magában, amit egy ember hordozhat tulajdonképpen a többiek iránt. Ha valamit el tudok a Gyuriról mondani, nagyon sok minden, de hogyha valamit ki kellene emelni, akkor a következetessége, a hajlíthatatlansága és a gerincessége. A Gyuri nem ingott meg soha. És akkor, amikor voltak például a pártjánál a válságok, akkor se mocskolódott, akkor se csinált olyan dolgokat, mint a legtöbb ember megélhetési vagy látványpolitikus, mint egy látványpék, hanem a Gyuri visszavonult. Hát hiányzik, nagyon hiányzik. És igyekszünk folytatni tovább. Mi a szerint élünk, amit tőle kaptunk? Azt üzenem, hogy ezt tovább fogjuk vinni. Tehát amit ő itt a közéletben, a kulturális politikában, az emberi kapcsolatrendszereiben, a közösségépítésben megvalósított az elmúlt évtizedekben, ugye ő azért egy ikonná vált, tehát ezt tudni kell, egy hatalmas cölöppé vált ebbe a megyei mocsárba, és hát mi erre megpróbálunk erre hidat építeni. Horváth Gyuri, nekem Horváth Gyuri. Így, egybeírva. Egy kicsit olyan Nemecsekárnő Boka János, úgy együtt is a Gyuri, népművelőként, emberként, ember. Ember volt a Gyuri. Elsősorban tudott mindig ember lenni, vezetőként is, a 90-es évek előtt is. Ma sem könnyű egy vezetőnek mindig a saját maga ényét hitelesen megőrizni, hát akkor meg talán még nehezebb volt, de a Gyurinak ez nem esett nehezére. Egyszerűen tette a dolgát, és amikor szólt, szólni kellett, akkor szólt. Ezt fiatal népművelő koromban eltette magának, és a mai napig ezt én szaporítom én is. A Gyuri azt szokta mondani, ha valami gond van, hogy szónyakő. Nyilván ő is hallotta valakitől, idősebbektől, rumbal, azt mondja, szónyakő emberek. Tehát szónyakő. Szólni kell emberek, hogyha valami gond van. Ez így volt régen is, így van ma is. Semmi különös nem volt ebben. Ő a klasszikus közművelődés, népművelésnek volt az egyik hírvévője, az egyik jelentős személyisége, és ezért becsültem nagyon őt, hogy mindvégig kitartott a kaptafa mellett. Intézményhálózatban élte le az életét, a munkálkodása ezért is volt sikeres, mert mindig tudott alkalmazkodni a kor kihívásainak, a szakma kihívásainak. Öncélúan soha nem hagyta el csak a kísérletek kedvéért a közművelődést, hanem megfontoltan, cselekvően, egy jó munkatársi hátteret mozgósítva, kiépítve,
anyagi feltételeket is megteremtve vágott bele az újszerű kezdeményezésekbe. Számomra a Gyuriban elsősorban ez marad meg, és ezt tanultam tőle, és ez az, ami nyomot hagy, és sok más emberben is nyomot hagy, hogy hogyan viselkedik egy megyei közművelési intézmény vezetője, aki nagy felelősséggel tartozik, de ugyanakkor teljesen normális, egyszerű és a legérthetőbb módon ugyanolyan viselkedése van az emberek iránt, nincs benne semmiféle allőr, soha nem volt. Ő nagyon jól tudta alkalmazni a pozitív diszkriminációt. Mindig a gyengébbhez viszonyult adott esetben. Közösen beszélgettünk még hónapokkal ezelőtt, hogy hogyan lehetne emlékezni. Mert hogy ünnepelni nem lehet. Emlékezni a közösen eltöltött időkre, a szép sikerekre, szakmai emberi találkozásokra. Szerényen formálódtak ezek az elképzelések. Nagyot nem akartunk alkotni, de valahogy mégis tudatosítani szerettük volna önmagunkban, környezetünkben, a város polgárai előtt, hogy ennek az intézménynek létjogosultsága van. Óvatosak voltunk a tervünkben, terveinket tekintve. Ma ez a múlté. Szerettünk volna egy rekviemet elmondani újra ezért az intézményért, mint 5 évvel ezelőtt. Most Gyuriért mondjuk el a rekviemet. Hárman 20 évig együtt dolgoztunk Gyurival. 1986-ban került ide az intézményhez, és 2006-ban ment nyugdíjba. Beletöltöttük ezt a 20 évet nagy egyetértésben és szeretetben. Ő volt a Gyuri, nem is az MMIK igazgatója volt, mindenkinek Gyuri volt. Kedves személyiségével megnyerte az ország közművelődési intézményeinek is a szeretetét, így őt megválasztották például a Művelődés Intézmények Országos Szövetsége elnökének, a Magyar Népművelők Egyesületének is az elnökségi tagja volt. Tehát nem csak mi ismertük el és a városban és a megyében az ő tevékenységét, hanem országos elismerést is kapott. Én nagyon sokáig dolgoztam Horváth Gyurival, pontosan 17 évet. 1986-ban jött Gyuri ide a művelődési központba, és 2003-ig voltunk munkatársak. Ez a 17 év, azt kell, hogy mondjam, életemnek, egy munkás életemnek, szakmámnak, hivatásomnak egy nagyon-nagyon fontos meghatározó része volt. Tevékeny volt, nagyon sokat kellett dolgoznunk, de azt gondolom, hogy ez az időszak volt a hivatásomban a legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb, legtermékenyebb időszak. És én ezt nagyrészt Horváth Gyurinak köszönhetem. Itt voltunk katonák 66-ban, közvetlenül a főiskola után. Csak a Gyuri előbb megszabadult a katonaságtól, 3 hónap után én 1 évet lehúztam ott, úgyhogy, és utána körmendre kerülve tulajdonképpen támogatta a Béri Balogh Ádám táncegyüttes, ami intenzív kapcsolata volt az Ungareszkának, és gyakorlatilag ez a kapcsolat az továbbiakban is működött, mikor bekerült Szombathelyre az Ungareszka támogatásával. Gyuri idejében volt valóban az MMIK fénykora, és az első 10-15 év talán az, hogy olyan népművelőket
vett föl, dobozott maga mellé, akik belásták magukat egy-egy szakterületbe, és annak a tudói, ismerői és továbbítói, éltetői voltak. Így volt például a Gedi a néptánccal, Antal Laci néptánc, népzene, a Babi néni tárgyalkotó népművészet, diszítő művészet. Pete Mária az újszerű kezdeményezéseivel. Szoktuk mondani, hogy a rendszerváltás nálunk kezdődött, azokkal a nagyszerű előadások. A Gedi Kati a Báb Színházzal, amatőr színjátszással, utána a Császár Erika vettár. Tehát a Gyuri mindig voltak ötletei, és utána viszont hagyta, hogy az emberek, a népművelői csinálják. És főleg az első 10 évben, mikor még nem kellett külön pályázati forrásokat hozni, mert ez volt az intézmény alapfeladata. A Gyuri nagyon jó főnök volt. Lehetett vele beszélni, lehetett ötletet, és azt mondta, csináld. És ezzel megbót. Most, amikor a halálhírét meghallottam, óhatatlanul elgondolkodik azon az ember, hogy vajon a pályáján, a saját pályáján melyik volt az a legmeghatározóbb időszak, amit igazából élvezett és sokat adott számára. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez az időszak volt. Horváth Gyuri igazgató úr, hol így hívtuk Gyurinak, hol igazgató úrnak, ahogy a helyzet megkívánta, számomra egy olyan igaz ember volt, aki nagyon szerette a hivatását, nagyon szerette az embereket, és nagyon szerette a közösséget. Ha beszélünk igazi közösségi emberről, akkor Gyurit mindenképpen így kell emlegetnünk. Mindig a kis ember maradt, hiába volt igazgató, hiába volt pártelnök, bármi. Ő rendkívül jól tudott szót érteni az átlag emberrel. Tehát azzal, aki semmilyen funkcióban nem volt, de tette a dolgát, és ő nagyon szerette ezeket a hétköznapi embereket. Minden alkalommal báboztam itt a családi vasárnapokon. Gyuri mindenben nem volt. De a legjobb emlékem, a legvidábbabb emlékem az, amikor nőnapra készülöttünk a férfiakkal, és március 8-a előtt bejöttünk este, mikor már a csajok elmentek. És minden nőt valamelyik férfi megszemélyesített. A Gyuri az én főnökömet, a Füzesinét. Fővette a parókát, és bejött, és én ültem az asztalnál, ő meg megfenyegetett, hogy kirohant, megint bejött, ezt csinálta, és utána meg csináltunk műsort a színpadon. Az ungareszka ruhákba öltöztünk be, női ruhákba. És a Gyuri magára vett 4 vagy 5 ilyen párt a nyakába, akkor a fején, minden, tele volt minden szalagokkal, szoknyákkal, 5 szoknyát fővett, jaj, olyan csupasznak érzem magam. És ment ez a Honky Tonk Woman, tudod, és akkor táncoltunk rá, halál jó volt, spagettit főztünk, ezt mind ő szervezte. A nagy öregek emlékeznek, hogy itt állomásoztak az I4 erők Magyarországon. És Gyuri hallotta, hogy vállalnak szereplést is, és körülbelül olyan 2-3 hétig nyüstölt minket, hogy igen, ide kell hozni az I4 erők műsorát. Hát nem lelkesedtünk, és mondtuk, hogy jó, majd húztuk az időt. Mire kitaláltuk, hogy a Gyuri 10 éve regnál az intézmény élén, csináljunk egy műsort. Mi népművelők mindent megtettünk, beszereztünk terepszínű ruhákat, bakancsokat, megtanultunk Geditől táncokat, és mi magunk megcsináltuk az I4 erők műsorát a Gyuri 10 éves jubileumára, ami tényleg város és megyeszerte hatalmas sikert aratott, hiszen meghívtuk a kollégákat a megyéből, itt voltak a városvezetők, a nagyobb intézmények vezetői, és azt gondolom, hogy ez egy annyira kedves emlék volt, erről is vannak fotói. Ő elsőként karolta föl
a kezdeményezésünket a közművelődés területén, elsőként hívott meg bennünket, személyesen engem, az igazgatói értekezletekre, ahol nagyon sok mindent tanultam, jó kollégákkal kerültem kapcsolatba, pályázati lehetőségek és számos népművelői programokat tudtam meg, és ő első pillanattól befogadott a népművelők családjába. Ezt köszönöm neki, és tisztelettel emlékezek rá. Erénye volt az, hogy engedte tanulni az itt dolgozókat. Főiskolára jártunk, egyetemre, tanfolyamokra, mindenkit inspirált arra, hogy jöjjön konferenciákra, elvitte a csapatot olyan intézményekbe, akiktől, hogy tanuljunk. Tehát tulajdonképpen megelőzte ezt a korát. Később ugye bejött már ez a fogalom, hogy menjünk, tanuljunk más intézményektől, de mi ezt valóban megéltük, és beültünk a mikrobuszba, a népművelő kollégák, és mentünk, és megnéztük, hogy ki más hogy csinálja, és próbáltunk mi is a kornak megfelelően szervezni rendezvényeket. Nagyon sok új ötlete volt Gyurinak, valóban egy ötletember volt. Jó barát volt, induljunk ebből ki, és voltak elképzelései, a viták mindig abból voltak, amit lehet, hogy mi nem értettünk egyet, de sikerült meggyőzni mindig, hogy ha gyakorlatilag, és kialakultak a egyéb dolgok, úgyhogy könnyebben ment az munka tulajdonképpen. Másik oldal is, hogy szóba kerül vele kapcsolatban, a háttérben igen, ott harcolt, hogyha akármilyen politikai pártól vagy területtel kellett ugye meggyőzni a mi sorsunkat illetően. De bent a házban szigorúan politika mentes volt. Ő is, meg hát mástól is elvárta. Ez egy nagyon komoly és korrekt tulajdonság, ami jó lenne, hogyha talán most is uralkodna. Azt üzenném neki, hogy nagyon hiányzik. Nincs, valahogy nem tudom, egy ilyen nagy hiányjel van itt, hogy nem jön be reggelente, nem látom bebicegni, fölmenni. Megtartotta ő az embereket maga mellett. Szerették, ugyanakkor, mint mondtam, elengedni is tudott, ha kellett. És most azt gondolom, rajtunk a sor, hogy mi engedjük el őt. Én bennem az pörgött le, hogy eddig soha semmi nem győzte le a Gyurit. Soha semmi, semmilyen helyzet nem győzte le a Gyurit. Ez volt az egyetlen helyzet, amin ő nem tudott túlállni. Amikor a főiskolára jártam, akkor sok olyan gyakorlati feladat volt, amit az MMIK-val közösen vagy Gyurival közösen oldottunk meg. Tehát egy ilyen volt a velemi jó gyakorlatok, és oda mindig kimentünk főiskolások, azt közösen szerveztük. És a másik pedig, hogy a MMIK-ból készítettem annak idején egy ilyen kis PR filmet, úgyhogy az... Akkor itt éltem gyakorlatilag. Tehát az egy akkora tapasztalás volt a szakmai továbbmenet erre, hogy az egy felejthetetlen történet. Akkor még módszertani feladatellátás is volt az MMIK-ban, tehát kapcsolatban voltak a megyei szakemberekkel, intézményekkel, döntéshozókkal. És ebből tud most is a Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei igazgatósága is merítkezni, mert azt látjuk, hogy ők annak idején hogy csinálták, és nekünk is milyen feladataink vannak, abban tudjuk segíteni a kint a terepen dolgozókat. Ő volt az első igazgatóm, ha lehet így mondani, tulajdonképpen az első főnököm. Tehát én az ő regnálása alatt kerültem ide az MMIK-ba, 2003-ban. Igaz, hogy nem sokat dolgoztam itt, mindössze 3/4 évet, de ő volt az, aki támogatott, és nem csak akkor, hanem azután is, amikor úgy igazán elindultam a népművelői pályán. Azt gondolom, hogy az a kapcsolattartás, amit a megyében ő, vagy hálózatosodás inkább, most így mondanánk modern kifejezésre, bár szerintem Gyuri biztos, hogy nem ezt a szót használná,
az most is él. Tehát még most is azok a kollégák, akik annak idején a Gyuri egyik levelére vagy egy telefonjára bejöttek havonta egyszer, és itt leültünk és beszélgettünk, ez most is igény a szakma részéről. Tehát ezt nagyon sokan mondják a közművelési szakemberek, hogy ugye a Nemzeti Művelődési Intézetben is lesz ilyen, tehát hogy ezt tudjuk tovább vinni. Gyuri olyan típusú vezető volt, aki mindig motiválta és ösztönözte a kollégáit. Arra ösztönzött bennünket, hogy folyamatosan tanuljunk, hogy képezzük magunkat képzésekre, kiküldetésekre, konferenciákra, szakmai rendezvényekre küldött bennünket. És ugye vannak azok a típusú főnökök, szokták mondani, akik nem szeretik, hogyha okos emberek vannak körülöttük. Gyuri ennek az ellenkezője volt. Ő azt szerette, ha minél talpra esettebbek, minél képzettebbek, minél értelmesebbek azok az emberek, akikkel együtt dolgozhat, hiszen így tudtunk mindig megújulni és mindig kreatívak maradni. Egy másik vonulata az életemnek, hogy én színjátszóként is ide keveredtem a Fórum Színházi Társuláshoz, és nagyon-nagyon sokat segített nekünk az előadások összehozásában, a díszlet, a promotálása a rendezvényeknek. Hát csak arra gondolok, hogy mindig használhattuk az akkor még meglévő műhelyt, vagy a plakát elkészítését. Tehát egy csomó olyan dolog, ott volt mindig a hátunk mögött, benézett próbákra. Tehát egyfajta egy ilyen, tényleg aki így rálát a dolgokra, és egy jó gazdája mindannak, mindazoknak a csoportoknak, akik ott vannak az NMIK-ban. Nagyon jól összefogta ezt a csapatot. Annak idején, amikor én még itt dolgoztam, akkor több mint 40-en dolgoztunk az épületben, és ez egy igazi jó összetartó társaság volt. Mindennek megadtuk a módját. Voltak közös ünneplések, közös szomorkodások, közös kirándulások, de én annyira szívesen és olyan örömmel emlékszem mindenre vissza, mert ennek a mozgatórugója minden esetben a Gyuri volt. Volt olyan, hogy nőnap alkalmából vezetett túrát szerveztek, például itt az épületben, a pincétől a padlásig, különböző feladatokkal és megállókkal számunkra, de nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az alkalmakra, amikor például Velemben a Népi Művészeti Épület együttest takarítottuk, tehát ez nekünk annak idején társadalmi munkát jelentett, de közben egy közös kikapcsolódást és együtt tevékenykedést. Ezek mind-mind megerősítették és közösségé kovácsolták az NMIK munkatársait. Nagyon vigyázz magadra, Gyuri, és jó lenne, hogyha az a sok dolog, az a sok szeretet, amit te adtál Vas megye kultúrájának, annak csak egy töredéke is visszaszállna a fejedre, mert akkor az téged nagyon-nagyon sokáig köztünk tartana. Talán ezt. A lényével segítse tovább azt, hogy a szakma értse az új vonalakat, és hogy jót akarunk nekik. Tehát tegye mellénk a voksát, ahogy egyébként ezt meg is tette, azt hiszem. Nagyszerű barát volt. Tehát én nyugodtan mondhatom, nekem egyik legjobb barátom, nagyon jó barátom volt. És ez utolsó percig. Én csütörtökön búcsúztam el tőle, pénteken halt meg. Utolsó percig minden nap bementem hozzá, amikor láttam, hogy nagy bajok vannak a kórházban. Nagyon nagy fájdalom. Nem lehet elfelejteni Gyurit sohasem. Nagyszerű ember volt. Kiváló népművelő volt a Gyuri. Ezt most, ha én mondom, az nem nagy dolog, hiszen szakmai útját tények bizonyítják, írják. És megbízható barát volt. Sokan, amikor elveszítenek valakit, akkor döbbennek rá, hogy milyen értéket képviselt az életükben, mikor már a hiányát érzik. A Gyurinál erről szó sincs. Ő minden pillanatban éreztük az ő teljességét, tehetségét, barátságát. Szinte atyaként vagy testvéreként tisztelte és szerette majd mindenki. Ellenkezőjéről nem is tudok. Ahol ő volt, ott biztonság volt, ott nyugalom volt, ott nagyon jól érezte magát mindenki, önmaga lehetett mindenki. Nagyon figyelt a tehetségekre, szerte a megyében, a régióban, rájuk talált, feladatot adott nekik, olyanokra is, akiket addig még nem is ismertünk, és akik megvalósíthatták magukat az ő segítségével.
közben mellettük maradt, és amiben ő nagyon jó volt még, hogy együtt tudott érezni a sikerükben is. A bánatban könnyű lehajolni egy-egy pillanatra. Ha sikert ér el valaki, akkor néha még féltékenyek is néhányan. Ő boldog volt, és mivel részese volt mások boldogságának, és együtt tudott örülni velük, így volt az ő egész élete boldog. Amikor csütörtök ott voltak, Gyuri, ne menj el, nem mehetsz el, értsd meg, nem mehetsz el. Addig itt kell lenned, neked is, míg mi vagyunk. Ezt tudnám mondani neki. Ancser Éva sorait idézném. Sokan elmondhatnák, hogy akik életünkben nagy és el nem múló hatással voltak ránk, azok tulajdonképpen nem is neveltek. Egyszerűen csak léteztek. Éltek, dolgoztak a közelünkben olyan szellemi és érzelmi rádióaktivitással, hogy előbb-utóbb megfertőztek. Meggyőződéseikkel, szenvedélyeikkel, anélkül, hogy megpróbáltak volna bennünket a saját képünkre formálni. Gyuri ahhoz járult hozzá, hogy valamennyien képesek legyünk a saját magunkat megtalálni és kiteljesedni. Kiteljesedett volt az ő élete is, és szinte példázza azt, hogy mi az, amit magunkkal vihetünk majd egyszer valamennyien. Nem bánkódnunk kellene az elvesztésén, bár ezt hogy ne tennénk, hanem annak örülni, hogy vele élhettünk, vele dolgozhattunk, és hogy őrizzük az emlékét, őrizzük a gondolatait, a tetteit, és talán igyekszünk még éltetni, valóra váltani. Akkor is, ha ő egy teljes, egész, kiteljesedett életet élt, tervei megvalósultak, a barátságai az utolsó percig éltek, és élnek bennünk tovább.